Hát ez igen szép termék. Tehát ez Hát kinyűjtél nagy adag. ja. Kérdezze, itt a hasfalról mennyi van ilyenkor benne a bélbe? Igen. Legyek csodálatosan, kezdik a petéiket elhelyezni benne. Igen, nyomják bele. Igen. És akkor a biológiai lebomlás, és a Igen. folyamat meg fog indulni. Megeszik a... Igen. A dobjára egy lapát földet, azt is hadd vegyem fel, hogy rádobott. Meg majd innen lapát agyonüssük, majd mindjárt még lapát én. Aha, jó. Agyon lesz itt el. Egy papírra kimosom a fenekemet, Kori. Engem lövefotóztam. Nem. Hát mondanám általánosságban, hogy egy hatalmas nagy adag szarnak a ellapátolását fogják látni, kedves nézőink. Üdvözlök mindenkit a YouTube-on, és hát ugye a biológiai szükségszerűség az, hogy mikor az ember megeszi a takarmányt, akkor ebből szar lesz. Egy ilyen hatalmas nagy kupacsal láthatunk. Már a természetes biológiai folyamatok megindultak, mert a legyek már ezért elkezdték megkörnyékezni. Na igen, lehet a folyamatot. Hát ez olyan, mint a pék munkája. Bele ne vágjál, bazd meg, mert rám fröccsen. Bazd meg! Agyon ütöttük a szart a lapáttal, ja. Igen, hát a fa töve. Igen, hát jól látható, hogy az emberi széklet milyen nagy mennyiséget tud. Mekkora mennyiséget tud szarni egy ember, magyarán szólva, vagy székelni, vagy üríteni. Mindenki láthatja, kivéve a kedvesem, mert ő már ezt nem bírná tolerálni szerintem. Túllépni a tolerancia gátat.